God Illa, Jaguar. Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit a rhyme and make the fucking blind form. Sziasztok, gyerekek! Kicsi lefogytam, meg lebarnultam. Na, sziasztok, gyerekek! Ugye mondtam, hogy melózok. Hulladékokat szállítunk föl alá mindenhova a városba, és így ilyet lőttem. Hát egy kicsit creepy, tehát azért azt megmondom őszintén, egy kicsit creepy, tehát itt van egy ilyen fej, aminek így igazából nincs szeme, tiszta izé T-1000-es, vagy T-1000, nem tudom mennyi ez a, tudjátok, az a folyékony fém terminátor, ez a... A pedofil fej az sajnos most elmaradt, de nem vagyok pedofil igazából, úgyhogy igazából ezért marad el, úgyhogy ezért nem kell ezt mindig így kezdeni. Na, Ask FM válaszok harmadik kör. Igen, azt meg szeretném jegyezni, hogy átléptük a 2000 feliratkozót. Fú, gyerekek, nagyon köszönöm nektek. Köszönöm, rengeteg üzenetet küldtök nekem, ezt is nagyon köszönöm, rohadt jó arcok vagyoktok, és igyekszek mindenkinek válaszolni, és mindenkinek válaszolok is. Na de, Ask FM-re jött egy csomó kérdés, amióta volt az Ask FM Round 2 téma. Nagyon sok kérdés van. Úgyhogy, hát nem tudom mennyi, 20 talán, valahogy így. Volt itt egy srác, most nem fogom itt eltekerni, mert most nagyon nehezen beállítottam arra a pózra az Ask FM-et, ahol abba hagytam. Tehát az utolsó kérdés az volt az előző videóban, hogy szia, videóhoz egy tanácsokat szeretnék kérni, please. És akkor most folytassuk onnan. Ez igaz, hogy hónap termése. Úgyhogy szerintem kezdjük el, vágjunk bele, mert mire várnánk. Valentine AVA, remélem jól mondtad, AWVA, Ava, Valentine Ava, Valentine AVA, ahogy tetszik, Valentine. Nagyon jó fejstrác egyébként, csak csekkoljátok a videóit. Először egyébként veled, az Alexovics válasznál találkoztam. Tehát volt Alexnek egy videó, azt hiszem csajokról, valami, vagy légy önmagad, valami hasonló témájú videó volt, és láttam, hogy többen, például Vance Boy, és például te is válaszoltál, amit már nem találok meg azt a videót, lehet, hogy unlisted betetted, nem tudom, de kérdeztél egy ilyet, egy hónapja, szereted a könyveket? Mit olvastál utoljára? Mutattam már, hogy szeretem a könyveket, jelenleg a Trónok harca első részét olvasom még csak, magyarul, úgyhogy igen, és most vettem meg egy új Star Wars-os könyvet, a Tűzharc címűt, a Republic Commando. Most jött ki, egy olvadat elolvastam így szarás közben. Nagyon jó, nagyon jó, úgyhogy csak ajánlani tudom egyébként valóban. Úgyhogy mit tennél, ha te lennél az utolsó ember a bolygón, ülnél szobában és egyszer csak kopognának? Tudjátok, telibe fosnám az agyam. Tehát, hogy ülök a szobában, ugye minden romos körülöttem, én vagyok az utolsó ember szerintem, ugye ez tipikus, mint az Legenda vagyok című filmben, abban is ez van, bár nem emlékszem, azt már nagyon rég láttam azt a filmet, de azt hiszem az arról szól, hogy az utolsó ember, meg a kutyája van, és azt hiszem mégis lesz ott valaki, szóval nem emlékszem már pontosan rá, de beszarnék rendesen. Akkor a következő kérdés, Norbitól jött. Van bármilyen káros szenvedélyed? Nem ilyenre gondolok például, hogy cigi, hanem olyanra, mint ami inkább szerinted káros, vagy tényleg káros az egészségedre. Hát szerintem a cigi káros, tehát most így akkor arra gondolsz, mint a cigi. Káros szenvedély, az abálás. Sajnos. Az a baj, hogy szeretek a gyors éttermekbe járni, ez káros szenvedély, ez bevallom, valóban az. Cigizni, dohányozni nem dohányzok, ugye ezt meséltem már, mert nem szeretném. És nem is szeretem. Egyébként pont ezzel szoktam néha poénkodni, volt egy ilyen South Park rész, hogy volt egy pasi, aki a dohányzás ellen kampányolt, de abszolút, tehát hogy teljes mértékben, de közben olyan zsíros volt, hogy nem igaz, és folyton zabált valami hamburgert, és közben is ezt mondom mindig, hogy ne dohányozz, fiam, egészségtelen! Hát lustasság az is káros szokás végül is, úgyhogy hosszú távon nézzük. Szóval, hát de igazából ennyi, tehát a gyors éttermekre mondanám azt, hogy káros szokás. Egy darabig a játék is egyébként káros volt nekem, ezt halál komolyan mondom. Most hogy kezdek egyébként kevesebbet játszani, tényleg. Ez tényleg név nélkül jött. Üdv Isti, a kérdésem, hogy néz ki a bakancslistád, Oliver? Szívesen vennék egy acélbetétes bakancsot, egy cat bakancsot, cat márkájút, az nagyon jó, azt mondják a melósok, hogy az tényleg nagyon jó. Na jó, ura vicces vagyok, úgyhogy szépen lépjünk rá. Bakancslistám, nem gondolkoztam rajta, ugye a bakancslista, ha jól tudom, az hogy azok a dolgok, amiket meg akarok tenni, mielőtt meghalok.
Hát abban biztos vagyok, hogy nagyon, tehát ki szeretnék látogatni Amerikában, mielőtt meghalok. Szeretnék elmenni egy NBA meccsre, mielőtt meghalok. Azt muszáj látnom egyszer élőben. Nagyon szeretnék vezetni mentőt, mielőtt meghalok. Egyébként nekem ez a mániám, ez az álmom egyébként, hogy mentős legyek. Az abban is sajnos, hogy megélni nem lehet belőle rendesen. De rendszeresen nézek egyébként YouTube-os videókat is, és van egy magyar hapsi, akit érdemesnek követetek, le fogom rakni a linkbe, Csé Tibor, azt hiszem ez a neve, és olyan videókat csinál, hogy mentő vonulásokat, tehát mentő sofőr a pasi, és felveszi őket, és nagyon komoly, nagyon durva, úgy csapatja ezerrel a hatalmas forgalomban, nagyon nagy tisztelet a mentősöknek. Tamástól jön a kérdés. Ki a bácsi? Következő kérdés Norbitól. Írsz magadról egy kisebb jellemzést? Jó és rossz tulajdonságai, külső és belső is. Már nagyjából ismerlek, így eszkön keresztül, de a te szemszögedből milyen a kilátás magadra? Hát a szalaidomság szép látványt nyújt. Nem. Nem tudom. Magamról egy kisebb jellemzést. Lusta vagyok. Sokszor önfejű, sokszor nem hallgatom végig, hogyha valamit mondanak, például a barátnőmmel szokott ez lenni, hogy ő mondja nekem az igaz, tehát nem az igazat, de a valós dolgot, tehát mondjuk valamint vitatkozunk. És én tűzzel vassal amellett pártolok, hogy ez én igazamat hajtom folyton, ami egy nagyon nagy baromság. De egyszerűen az a baj, ez nem így működik, hogy miközben ezt csinálod, akkor gondolkozol, hogy hoppá, most ez te nem szólal meg egy riasztó, hogy hülye vagy. Úgyhogy így nem tudom, ezt sajnos nehéz változtatni rajta. Jó és rossz tulajdonságom, én jó tulajdonságomnak tartom azt, hogy humoros vagyok, tehát hogy látom, hogy sok embernek tetszik, amit csinálok, hál' Istennek, úgyhogy örülök, hogy meg tudok titeket nevettetni. És szórakozni tudtok rajtam, én segítőkésznek is tartom magam. És nem csak akkor, hogyha látom, hogy viszont cserébe jönni fog valami nekem is. Tehát, hogy én tényleg igyekszek önzetlenül segíteni, akint tudok. Igazából a videózás azért kezdtem el, ugye már mondtam, hogy az embereknek jobbá tegyem a napjait. Úgyhogy igazából ennyi. Hűségesnek tartom magam. Igazából több nem jut eszembe. Következő kérdés, gondoltál már arra, hogy elkezdesz valami hangszeren játszani? Gondoltam rá, egyébként nem is mondtam nektek gyerekek, én 12-15 éves koromban rocker voltam. Most így visszagondolva már eléggé pózer rocker, tehát ugyanúgy néztem ki, mint most, csak rocker ruhába, tehát, hogy de a rocker ruha is úgy nézett ki, hogy 3/4-es fekete nadrág, tankcsapda, póló, fehér zokni és mi az? Squash cipő, teremcipő, fehér teremcipő. Hogy néztem ki? Nem linkelem be a képet, nem rakom be a képet, mert valami szörnyű. De ugyanúgy néztem ki most, mint most. Úgyhogy igazából ennyi. Akkor gondolkoztam azon, hogy jól lenne gitározni tudni, jól lenne dobolni mindig szerettem volna tudni. De például az énekórákon szolmizálás, jól mondom, azt hiszem az volt, szolfés, szerűség, cuccok, nem mentek. Tehát ez a do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Biztos elcsesztem, nem baj. Nem, nekem ez sose volt való. Tehát meg ezeket a hangjegyeket kiolvasni, meg énekelni. Emlékszem, mindig rettegtem, hogy úristen, hogy most énekelni kell. Mert nekünk általánosban volt énekóra. És mindig szar voltam belőle. Úgyhogy igazából ez így visszatartott. És igazából a családban sem volt soha egy zenés sem. Úgyhogy így nagyon nem. Nem motivált semmi, hogy elkezdjek hangszeren tanulni. Következő kérdés. Szereted a komoly zenét? Hát attól függ, hogy mit számítunk komoly zenének. Nem szoktam hallgatni, viszont videójáték témeket szoktam. Tehát az ilyen főcímzenéket. De köszönöm, ez komoly zenének számíthat, mert például a Deus Ex Human Revolution, nagyon szeretem azt a játékot. Nemrég vettem meg egyébként, azt mutattam már PC-re. Annak nagyon jó zenéje van, gyerekek. Ha csak hallgassátok meg, írjátok be, hogy Icarus Team és Deus Ex. Én tudjátok be a YouTube-ra, és hallgassátok, rohadt komoly az a zene. Tehát Liba Bird, stb. És az komoly zenének számít szerintem. Nagyon jó a Dexter sorozatnak a zenéje, nem arra is, hogy ne gondolok nyilvánvalóan, hanem a sorozatgyilkosos sorozatra. Sorozatgyilkosos sorozat! Az már képzavar. Úgyhogy
igazából nagyon nem hallgatok komoly zenét, őszinte leszek. Rappet hallgatok, rockot, igazából mindent meghallgatok, de komoly zenét így külön nem nagyon szoktam. Úgyhogy hát azt mondanám erre, hogy nem annyira szeretem. Igen, de szóval ez a Cetli nevű srác rengeteget kérdezett. Tehát a kérdések 70%-a tőle lesz. Nagyon kitartó volt, pedig nem is válaszoltam meg, de sem mondjuk ki van írva, hogy videóban, de mindegy. Következő kérdés Norbitól. Szerint, hogy jobb lenne a világ, ha nem létezne pénzfogalma? Válaszod indokolt, kérlek. Ez nagyon komoly kérdés. Nem tudom. Nem tudom, hogy jobb lenne-e, más lenne. De abba élnem kéne ahhoz, hogy tudjam, hogy jobb-e. Mert hogy akkor ugye, hogyha nincs pénz, akkor marad a csere. A cserekereskedelem. De a franc se tudja, hogy az most jobb-e. Mert az meg macerább, gondoljatok bele. Tehát, hogy ugye, mint mit tudom én, cipelni a szamaraddal a mit tudom én, mit a hatalmas hűtőt, vagy a lovadon a hűtőt, és akkor cserébe mondjuk adsz valami, mit tudom én, valami hasonló kategóriájú cuccot, meg olyan nagyot, tiszta, kényelmetlen az egész. Szóval nem tudom, de viszont pénz, hát a pénz nem egy jó dolog. Az, hogy a pénz mindent az mozgat, a világot az mozgatja, és erről szól az egész világ, és az embereket elbassza a pénz. Ez való igaz. De viszont szerintem, hogyha pénz nem lenne, akkor más baszná el. Tehát akkor meg az lenne, hogy minél több cuccot birtokoljak, hogy minél többet kereskedhessek. Az pedig már majdnem olyan, hogyha pénzre mennék rá, nem? Szerintem. De nyugodtan írjátok ide le, beszéljétek meg, beszéljük meg, mert én erre kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok. Volt az a film, a... mi volt annak a neve? Az In Time. Azt hiszem ez volt a neve angolul, Justin Timberlake-es volt. Vagy volt is a poén Justin Time. De mi volt az időben? Idő. Pff, nem emlékszem, mi volt a magyar címe. Egyszerűen nem tudom. Nem tudom, mindegy. Abban nagyon érdekes volt, hogy az idő volt a pénz. Ez egy nagyon jó kis szólásmondás, és egy szólásnak nagyon jó kis kicsavarással volt. És tényleg jó, érdekes ötlet volt. De viszont nem tudom tényleg, mi lenne, hogyha nem lenne pénz, hogy jobb lenne, vagy nem. Lehet, hogy nem, lehet, hogy jobb lenne, a franc se tudja. Hiszel a Matrixban? Lehetséges, hogy egy álomban élünk, miközben az igazi valóságban a gépek termesztik az embereket? Nem hiszek benne. Nem is zárom ki, de viszont, hogyha ez így van, akkor miért csináltattak volna az emberek álomképében egy filmet arról, az igazságról? Akkor nem lenne értelme, nem? Tehát ez olyan, mint hogy nem is tudom, hogy valami hatalmas titok van, és akkor hoppá, kifröcsöltjük, kiszivárogtatunk dolgokat. Tehát nem tudom, nem. Igazából nem hiszek benne. A Matrix egy nagyon jó film, nagyon elgondolkodtató, és van lehetséges is lehet, de viszont nem hiszek benne, hogy őszinte legyek. De nagyon jó kérdés, Norbi. Nagyon jó kérdéseket tesz fel az a Norbi, ahogy Cetli is egyébként. Következő kérdés. Ki lennél inkább, Batman vagy Joker? Én Superman lennék, mert Hurkaburger! Következő. Ezt név nélkül kaptam. Érdekes kérdés. Ismered Szalai Robertet? Ő vezette át a szalaiakat 1834-be Magyarország földjére. Köszönöm, Robi. Nem tudtam. Nem ismerem Szalai Robertet. Ő vezette át a szalaiakat 1834-ben Magyarország földjére. Mert hol voltunk eddig? Na mindegy. RTM rapperei közül nem hallgatsz? Vagy még nem is hallottál RTM-ről? Real Trill Music. Hallottam az RTM-ről? Őszintén leszek, én nem nagyon hallgatom az RTM-et. Nem azért, mert nem szimpatizálok vagyok, csak nem tudom, a zenék vagy nem nekem szólnak. És nagyon nem. Viszont hallottam már, és hallottam ezt, hogy a Basta... ki van még? Red One. Hybrid. Őt tudom még, mert ő pont onnan való, ahol én lakom. Úgyhogy ő képviseli a városunkat, a fantasztikus várost, Hybrid. Egyébként van egy volt osztálytársam, Rédei Tamás, bemondva a nevét, mert egy pár RTM klipben egyébként szerepelt, gitározik a srác. Azt hiszem a Mr. Basta és Palej Niki Tied a szívem című számában, amint megnézitek a klipet, egyből ő van kint. És az osztálytársam volt, hogy fantasztikus, nagyon jó vagy, Tomi, hajrá, már Real Trill Music Truck, fantasztikus, úgyhogy de őszintén nem nagyon hallgatom. Következő, Cetli, szintén, láttál már UFO-t? Nem.
Nem láttam. És ezzel is úgy vagyok egyébként, hogy hiszem, ha látom. Nem zárom ki, nyilván egyébként van ugye élet a Földön kívül, hiszen azért gondoljatok bele, hogy a Föld mekkora. Ugye? Tehát nincs szerintem olyan ember, aki a világ összes városában, országában járt volna. Szerintem ilyen nem létezik. És ha belegondoltok, azért a magyar embernek, magyar emberek átlagának biztos, hogy nem engedheti meg, tehát a magyar átlagos ember, nem tudok beszélni, nem baj, a magyar átlagos ember nem engedheti meg magának, hogy mindenhová eljusson. És azért az rengeteg idő, hogy mindenhová eljuss. Egy embert tudok ehhez közel mondani, az a, volt egy srác a YouTube-on, amerikai, minden városban táncolt. Where the hell is Matt? Matt, nem is tudom mi a teljes neve, Matt. Ő azt csinált, hogy minden városban ugye táncolt, és ment egy zene végig. Nagyon jó, nemzetközi világbéke feelingű videó. Nézzétek meg, Where the hell is Matt? Hol a pokolban van Matt? Nagyon jó. Nézzétek meg, tényleg fantasztikus. Imádom az ilyen nemzetközi, összetartozós érdekeket képviselő videókat, és nagyon jól csinálta. Úgyhogy ő közel van ahhoz, hogy mindenhova járjon. Mindegy, megint elkanyarodok, mint mindig, így kanyarodok el. Így. Viszont a kérdés ugye maradt, hogy ugye, hogy mekkora a Föld, rohadt nagy, és akkor képzeljétek, hogy az egész világegyetem mekkora. Szóval biztos, hogy léteznek nálunk fejlettebb lények egyébként az űrben, de én még nem láttam, úgyhogy addig nem is nagyon hiszek benne. Tehát most mondták sokan, hogy műtétet hajtottak végre rajta, meg megerőszakolt egy UFO, az ujjával megerőszakolt. Hát most így ennek így nehéz hinni. Tehát ez ugyanúgy, most azt mondom, hogy hát Elvis így csücsüllen. Érted? Akkor következő, Cetli. És innentől kezdve egyébként az egész videót Cetlinek ajánlom, mert hát rengeteg Cetli kérdés van. Túl sok a Cetli kérdés. Cetli. Nagyon vicces vagyok. Ha titkos ügynök lennél, milyen fedőnevet választanál magadnak? Hurkaburger. Következő, ki tudod rakni a Rubik kockát? Nem. Hülye vagyok hozzá, aláírom. Ki nem, sajnos nem. Következő, melyik mémfej illik rád a legjobban? Van ez a zsíros hajú tokás állat. Szerintem az pont a izéből van kivéve. A South Parkból, a Make Love Not Warcraft című részből. Tudjuk, hogy Warcraftoznak és akkor elhíznak, és akkor az ellenfél az egy ilyen zsíros, pattanásos állat. Szerintem az jó rám. Ez már nem Cetli. Szereted a sárga málnát? Sosem hallottam még sárga málnáról. Ezt most halálkomolyan mondom. Mi az a sárga málna? Kiguglizhatnám, de nem fogom, mert az tiszta cink. De mi az a sárga málna? Nem tudom. Azt tudom, mi az, így nem is tudom, hogy szeretem-e. Következő, szereted a fantáziád? Hát így nem tudom. Hát most van, aki szereti a saját fantáziáját? Én nem tudom. Hát ugye, hogyha valaki recskázik, akkor ott eldől, hogy szereti a fantáziáját, de nem tudom. Következő, meg szoktad ünnepelni a születésnapot? Hát, megünnepelgettem régebben, most már annyira nem. Tehát most már annyi van, hogy itt egy torta, aztán boldog szülinapot, aztán cső, ennyi. Amit más nem értek, meg nem szeretek, az a névnap. Ezt hülyeségnek tartom, semmi értelme, névnap. Hát úristen. Na hát most nyilván van, aki erősen névnap fetisista. Én nem szeretem, úgyhogy ne arra hogy a szívetekbe léptem. Következő kérdés, van szúnyogcsípésed? Most nincsen. Nagyon érdekes egyébként nekem, megcsíp egy szúnyog, és nekem egy 3-4 óra elteltével már nincs ott. Na, az lehet, hogy hülyeség volt, egy fél nap elteltével már nincs ott. De rohadtul szokott viszketni, és szeretnék is nagyon sok szúnyogok engem csípni, de most jelenleg nincsen. Úgyhogy remélem, hogy kielégítő volt a válasz. Következő, mondj 3 dolgot, amiben biztos vagy. 1. Kövér vagyok. 2. 18 óra 06 van. És 3 Magyarországon élek. Következő kérdés. Ha lehetőséged lenne megtudni, hogy mikor halsz meg, érdekelne a válasz? Hát, nem. Nem, mert akkor az egész életem már csak arról szólna, hogy visszaszámolok. Hogy nézem, hogy még ennyi, tiszta szár lenne. Úgyhogy nem érdekelne a válasz. De az a baj, úgyis megkérdezném, mert lennék olyan hülye kíváncsi, de aztán elcseszném az egész életemet, úgyhogy hát... Nem érdekelne a válasz, de a kíváncsiságomban megtudnám, az biztos. Következő. Beszoktad tartani magadnak tett ígéreteidet? Nem. Szerintem 80x10 a 79456-on darab szor ígértem már meg magamnak azt, hogy le fogok fogyni.
És hát szerintetek bejtartottam? Fogós a kérdés. Ez a tigris mintás nyúltól kaptam ezt a kérdést. Haragudnál, ha a nyúl barátaimmal átvennénk hatalmat a föld felett? Erre nem tudok mit válaszolni. Következő, hello, szoktál NBA-1-es kosármeccsekre járni? Ezt név nélkül kaptam. Nem, ugyanis én úgy tudom, hogy a legtöbb ugye vidéken van, tehát ugye... Paks? Veszprém van, azt hiszem van Veszprém is. Nem tudok többet felsorolni. Van egy ilyen olaj. Zalaegerszegen azt hiszem van. Tehát ezek mind vidéken van. Budapestnek nem nagyon vannak ilyen kosármeccsei. Úgy igazából nem. Legalábbis én tudtam, hogy Budapesten nincsenek ilyen kosármeccsek, tehát nincs Budapestnek csapatai külön, én úgy tudom. De javítsatok ki, a tévedek, nagyon nézni sem szoktam, hogy őszinte legyek. Következő, van olyan szó, amit te találtál ki és gyakran használod? Nincs. Nekem nincs ilyen vakasáblás, meg nincs ilyen, hogy nokedli, de azt nem én nem orbitáltak ki, de nekem nincsenek ilyen. Meg nincsen gyalépaj az, nekem nincsenek ilyen szállalói ilyen. Hát a hurkaburger most már az lett, de azt nem én találtam ki, hogy ezt mondjam, ez egyik, kettő, meg a hurkaburger sem azt találta ki, aki kitalálta azt, én ezt mondjam, úgyhogy nem. Következő. Szereted Blinky Billt? Fogalmam sincs, hogy ez ki. Szerinted melyiknek van a nagyobb esélye, a Big Freeze-nek, vagy a Big Crunch-nak? Fogalmam sincs, mi az a Big Freeze, azt meg pláne nem tudom, mi az a Big Crunch, de én azt mondom, hogy a Big Freeze-nek nagyobb esélye van, mert megfogyasztja a Big Crunch-ot. Kész. Elég hülye válasz, de ez van. Következő kérdés. Jellemezd három szóval a szomszédodat. Alkoholista, idióta, vadbarom. Szoktál tévézni? Tévét nézni? Nem szoktam. Nem szeretem. Hülyeségek mennek benne sajnos, úgyhogy nem szoktam. Egyszer-kétszer a barátnőmmel megnézünk egy-két ilyen hülyeséget, tehát ilyen tényleg ilyen agyradír gyanánt. Győzik el sót ismétléseket, igen, ilyen baromságokat, de nem tudom miért. Tehát amikor már tényleg semmi kedvem, semmi, ezek a képesek ilyen fasságokat nézni. Úgyhogy tudom, hogy baromság. De nem tudom, igazából ennyit. Tehát így magam egyébként nem szoktam tévézni. Akkor, ha itt eszkön csak egy embert követhetnél, ki lenne az? Na most én azt sem tudom, hogy lehet embereket követni. Fogalmam sincs. Ez az egész csak azért van, hogy kérdéseket kaphassak, úgyhogy én nem tudom, de egy lehetne, ki lenne az Allen Iverson. Következő. Melyik dal emlékeztet legjobban a gyerekkorodra? A Mici Mackó főcímdal. Én nagyon szerettem a Mici Mackót, rengeteg részt felvettünk annó VHS kazettára. Nagyon szerettem. Fú, nagyon imádtam. Tehát az szerintem az emlékeztet legjobban. Plusz még a Toy Story-ban nem a Vár rád egy jó barát című magyar dal, hanem a... Van az a rész, amikor ugye Buzz rádöbben, hogy tényleg csak egy játék. És van egy nagyon szomorú dal. Emlékszem, kiskoromban egyszer elmentünk egy étterembe, és így csak így elkezdtem bőgni magamtól, mert nem jutott az a dal. Tiszta cink, na mindegy. Szóval talán még az is. Talán az a Vár rád egy jó barát az is. Tehát az igazából ezek. Aztán, mennyi volt a leghosszabb idő, amit alvás nélkül töltöttél? 14 óra körülbelül. Nekem nem volt ilyen sose, hogy ne aludjak. Nekem nem volt egy teljes olyan napom sem, amikor nem aludtam volna. Már nem volt, hogy 24 óráig fönn vagyok, értitek? Tehát én ezt sose csináltam, én nem bírnám ki. Szerintem az 14 óra mondjuk. Lehet, hogy több is volt, nem tudom. Következő. Átlag napi hány órát alszol? Hetet. Következő kérdés. Ez név nélkül is nem Cetlitől. Csinálnál vovos videót? Vovoztam már párszor, annyira nem jött be, meg hülye is vagyok hozzá, meg annyira nem is köt le, tehát ez a menj oda, ölj meg három darab ilyen valamit, és akkor király vagy, tehát én már uncs nekem, tehát most ne haragudjatok, tehát szerintem nem csinálnék vovos videót. Következő, szerettél iskolába járni? Milyen jegyeid voltak? Hát ugye még mindig iskolába járnak sajnos. Egyébként ezt Adam Paul Langut Shakurtól kaptam ezt a kérdést. Ha ez az igazi neved, akkor elég Bedesz neved van. Ha nem, akkor Bedesz nevet találtál ki. Szóval én mindig iskolába járok. Hát az túlzás, hogy szerettem volna. A társaságért szerettem iskolába járni, meg rohadt jó feeling volt általában, de para volt, meg ezek a felelések, meg... Meg mindig szar, tehát az általános iskolám az nagyon szar volt, a középiskolám az jó volt, azt szerettem. Meg most a főiskola azt is szeretem, úgyhogy végig is összességében 2-1, úgyhogy szeretek iskolába járni. Milyen jegyeim voltak? 3-as, 4-es.
kettes is előfordult, attól függ, miből. A matematikából örültem, hogyha megvan a kettes, általában hármas, négyes az megvolt, tehát eminens tanuló sose voltam. Következő, ciao, ezek nem cetlik, tehát, hogy mindegy. Ciao, gondolkodtam azon, hogy nyitsz egy büfét, ahol hurkaburger is kapható? Nagyon jó ötlet, nem gondolkoztam még rajta. Rohadt jó. Ha lenne Budapesten egy olyan büfé, ahol hurkaburger kapható, esküszöm, fölvenném a szupermarketet, oda menjek, és egy hurkaburgert kérek. Mekkora lenne már? A következő, szia, magyar rappet szoktál hallgatni? Ha igen, milyen rappet típus az ideád? Aki az értelő beszélés arról, hogy mit értel és honnan jött, vagy inkább aki random dolgokról tökéletesen kidolgozott ritmikájú tökéletes rímképletű szögeket ír. Majdnem sikerül elmondom gyorsan. Szoktam magyar rappet hallgatni, ezt már mondtam. Igazából nekem az mindegy, hogy miről rappel. Na jó, azért nem mindegy, hogy miről rappel. Honnan jött, hogy aki random dolgokról tökéletesen kidolgozott? Mindkettő. Tehát ahogy a random dolgokról tökéletesen kidolgozott Mikály, ugye az A kezdet fiai nagyon jó ebben a témában. Mikey Mikenik nagyon jó ebben a témában. Aki az életéről beszél, Sziszka nagyon jó ebben a témában. Ugye szokott az életéről nyomulni. Ki szokott még? Riddler. Riddler szokott meg az életéről beszélni. Nagyon jókat csinál. Nem tudom, most jelenleg egyébként egy Jambalaját hallgatok megint, Kettihoz. Ugye hát ő meg keveri, tehát sokszor random dolgokról, sokszor, én úgy vettem észre, hogy random dolgokról, sokszor az életéről is, attól függ, hogy mi van. De a Kettihoz nagyon bírom, Kettyós, nagyon zsírfej, jó fej. Zsírfej? Én vagyok a zsírfej, ő a jó fej, mindegy. Kettő, tudod, mi az a szangás? Nem tudom. Először azt olvastam, amikor felolvastam a kérdést, hogy szaglás, aztán mondtam meg azt, hogy cangás. Nem tudom, mi ez a szangás. Ha valaki tudja, mi ez a szangás, az tudja, mit kell tennie. Következő. Hali, milyen irányban tervezed a jövőt? Munkahely, család, szórakozás, stb. Lehetséges, hogy a videózásból próbálsz majd megélni? Vagy esetleg tanár leszel és repelve felteted a gyerekeket? Az poén lenne. Tanár nem leszek sose, mert nem értek annyira a dolgokhoz, hogy tanítsam is. Aztán a következő, hogy videózásból megélni. Azért nem szeretnék a videózásból sem pénzt keresni, sem megélni, mert akkor elveszíteni a hitelességét szerintem. Tehát akkor az lenne, hogy milyen videót csinálják, hogy nagy legyen a nézettség, értitek? Akkor ez lenne az egésznek a lényege. És akkor elvenni ezt a spontaneitást, ezt a random, ezt a szórakoztatás vágy dolgot. Tudom, most látjátok mindig ezeket a kis reklámokat, meg stb. Igazából puhatolózok ezen a téren. Azt elárulom nektek egyébként, hogy még egy árva forintot se kerestem azzal, hogy én YouTube-ozok, ezt most halálkomolyan mondom. Az RPM Networknél vagyok egyébként, tehát mi ez? Kapcsolatban vagyok ezzel a partner céggel, de még nem kaptam egy forintot sem. Pedig be van állítva monetization, meg alá van írva, meg minden megvan csinálva, AdSense-re is jelentkeztem már, nem tudom, egy 2-3 hete jelentkeztem, és azt hittek, hogy 2-3 hét múlva jelentkezünk, és hát nem történt ez meg, úgyhogy nem tudom, majd lesz, ami lesz. Igazából ezeket csak puhatolózok, tehát próbálkozok, majd lesz valami. De hogy a jövővel mi, hát igen, szeretnék családot, barátnőmmel ugye szeretnék összeköltözni, elvenni feleségül egy idő után nyilvánvalóan. Szórakozás az nekem kamu, munkahely pedig egy olyan munkahely, ami stabil, viszonylag jól fizet, viszont alkalmazott szeretnék lenni, főnök sose szeretnék lenni, mert kurva stressz. Igazából így ennyi erre a válasz, elég tömör volt. Következő, mi a vélemény a 90-es évek rap zenéjéről, és ha van kedvenc rappered, akkor ki az név nélkül? A 90-es évek, a rap aranykora. Wu-Tang Clan. Úristen, de szeretem a Wu-Tanget, te jó Isten. Kedvenc rapperem, külföldiek, ugye most akkor külföldiek közül, és ezért szeretem a Jambalaját, mert tényleg próbálják visszahozni a 90-es évek mocskos szar zenét. Ezt egyébként Kettihoz maga nyilatkozta egyszer valamelyik Music Channel, I Love Rap, Hip Hop, valami YouTube videó, Kettihoz interjú, beírjátok, és akkor ki fogja dobni. Tehát ő maga nyilatkozta, ezt a 90-es évek rapzenét akarják visszahozni, ugyanúgy, ahogy a Dob Diodi is amúgy ezt próbálgatja. Úgyhogy nagyon jól teszik, már kezd elpuhulni, tehát ez a Drake, I go to the bathroom, meg ez a Lil Wayne, ez a I'm taking a shower, just in the bathroom, with the bubbles around me. Tehát ez a beszélgetés, ez nekem nem annyira jön be, úgyhogy hát Wu-Tang Clanből mindenki, All Dirty Bastard, hands down, ODB a kedvencem, kész. Meg Method Man, nagyon szeretem Method is, ő is jó. Csá, most gondolkozom azon, hogy csinálok egy YouTube csatornát. Szerinted melyik a fontosabb egy csatornán? A humor, a balfaszkodás, vagy a komolyság, a precizitás?
Na most ugye tudjátok, hogy nekem komoly videóm nem nagyon van, egy van, azért az a túlsúlyos dolog. Igazából azért nincs túl sok komoly videóm, mert túl sok komoly dolgot még nem éltem át. Tehát nekem még nem voltak komolyabb függőségeim, nem voltak ilyesmi, lesz még pár ilyen komoly videó, meg szeretem is a komolyságot, én egyébként életben amúgy általában komolyabb embernek tartom magam viszonylag, igyekszek azért persze poénkodni is, de hát azért komolynak kell lenni. Hát ugye a videóim azok nem precízek, sem komolyak, úgyhogy én azt mondom, hogy a humor. Tehát balfaszkodás, hát attól függ az is, hogy milyen balfaszkodás, tehát hogy azért az ember lett tényleg annyira balfasz, hogy az már videók árára megy. Hát humoros legyél, meg komoly is. Szerintem ez kettő között az egész jó lesz. Következő Raj Promontól jött, hogyan csinálod, hogy nem hergeled fel magad a beszólásokon, meg akármint mindig ilyen voltál? Nem. 2008-ban a Herbie beszélgetésben egyébként elmondtam, hogy engem felraktak a napi szarra, és az annyira beütötte nekem vagy kibaszta a biztosítékot, én mindent letöröltem a francba, és akkor minden egyes kis apró negatív beszóláson én felhúztam magam. És nem tudom, most már, hogy így ugye többen néztek, látom, hogy hál' Istennek tetszenek is a videóim, ezáltal így nyertem annyi önbizalmat ebből a szeretetből tőletek, hogy így leszarom. Hidegen hagy. És ez most komolyan mondom, hogy egy dagadék vagy, persze tudom, oké, hát most legyek. Hát és akkor ő neki miért fáj? Az az én életem, az én vérkeringésem, az én kibögtem a szemgolyom, az én infarktusom előfordulhat. Tehát ez az én dolgom, de most nem tudom neki miért baj ez, úgyhogy így nem tud felhúzni. Úgyhogy ennyi. Igazából az a titka, meg hogy elfogadom a hibáimat. Aláírom, hogy igen, ezek a korlátaim kész. Ennyi. Tudnék tenni ellene, de ezt már megbeszéltük egyszer, meg elmondtam már egyszer. De nem voltam mindig ilyen. Következő, mit gondolsz Kevin Garnett és Paul Pierce Brooklyn beigazolásáról? Mert tudom, hogy Celtics fan vagy. Sajnálom. Bár mondjuk az a baj, tehát akármennyire is tisztelem tényleg KG-t és Paul Pierce-t, főleg Paul Pierce-t sajnálom, hogy elment a Boston, ugye, hogy mindig is bostonos volt. Ő volt a fő vezér ott. De most ugye már azért öregszenek, tehát azt ki kell jelenteni. Tényleg hatalmas tisztelet nekik, de öregek. És így nem is nagyon tudnak már nagyon dobbantani szerintem, úgyhogy dobbantani. Hát épp azt, hogy most dobbantottak, nagyon robbantani nem tudnak már igazából a Bostonba. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz az újjáépítés. Rohadtul kíváncsian várom, hogy mi lesz vele. Ugye hát ott van még Rondo, ott maradt. Nem is nagyon követem a trade-eket, ne haragudjatok. Aki nézi az NBA-t, a cseréket, nem nagyon tudom. Szerintem Rondo ott marad, és akkor ugye köré még egy ilyen fiatalosabb brigád, akkor az ugye az elég nyerő lehet még belőle. A következő kérdés. Hello Isti, akkora a képeden az a kifli, mint a faszom. Köszönöm. Következő. Hello! Majd egyszer csinálunk közös videót vidi válaszba, de nem úgy, hogy például oda meghozzád, hanem például gameplay vagy ilyesmi. Ez a srác, aki ezt kérdezte, rám írt, és könyörgött, hogy mondjam be a nevét, nem tudom, hogy ez miért jó, de bemondom, Madarász Mátéka kérdezte ezt. És már írtam neki, hogy szerintem közös gameplay az nem nagyon fog összejönni, mert nem... Tehát, hogy a barátaimnak is, akiknek ígérem, hogy feljövök beszélgetni, általában nem szoktam tudni feljönni beszélgetni, mindig közben jön valami, így ezáltal kompatibilis sem vagyok így másokkal sajnos. Márkkal is már egyébként tologatunk egy ideje egy videót, amit közösen csinálnánk, azt hiszem, mikor fog összejönni. Úgyhogy igazából nem, sajnos nem valószínű a közös gameplay, viszont olyat már régóta tervezek, hogy legyen egy nagy közös a nézőkkel gameplay, ezt nagyon nehéz megoldani. Tehát tényleg próbálok, ugye volt már annó ez a, mi volt az? Hidden nevű játék, az se jött össze, úgyhogy nem tudom, ahhoz meg még több agyalás és több tervezés kell. Következő kérdés, és egyben az utolsó, egy isten vagy, gondolom már sokan mondták, egy olyan videó lesz, amiben a barátod is látszik. Köszönöm, nem vagyok Isten, te mondtad ezt először, és olyan videó valószínűleg nem lesz, mert barátnőm is látszik, mivel szerintem nem szeretne benne lenni. És ez ilyen egyszerű. És amit nem szeretne, én nem fogom erőltetni. Császtok! Szveg! Egyébként tiszta olyan feelingje van az egésznek, tehát mi van a Crysis. És az egy. És akkor ugye, amikor vannak a korai katonák, és akkor megfogja. És...
megfogja, és akkor elhagyítja a francba. A franc egye meg. Na, sziasztok!